Rendőrségi fotókon az aranyékszerek és a rengeteg pénz, amit az asszony lopott el, egy férfi ismerősének a házába tört be bát Az áldozat éjszaka a munkából hazaérve vette észre, hogy valaki több mint 17 millió forintot és eurót lopott el tőle. A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, ekkor került képbe a nő, aki korábban többször is járt az áldozat házában őt most ítélték el. A bíróság ezért egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte, és két évre eltétotta a közügyek gyakorlásától is. A vádlott beismerte a bűnösségét a bíróság előtt a terhére rótt bűncselekményben. Hiába ismert be mindent a tolvaj, a bíró szerint így is indokolt volt a letöltendő börtönbüntetés. A bíróság ennek ellenére előéletére és a súlyosító körülményekre tekintette végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet nem emelkedett jogerőre, az ügyészség fellebbezést jelentett be a büntetés és súlyosítása iránt, a vádott és a védő pedig enyhítésért. Az ügy tehát egyelőre nem ért véget. A végleges ítéletet várhatóan a segszárdi törvényszéken mondják majd ki.